A mindössze 5%-ot kitevő temesvári magyarság az önkormányzati képviselet fenntartásáért, illetve a Temes megyei tanácsba való bejutásért küzd. A tolerancia bajnokának tekintett Temesváron először fordult elő, hogy nacionalista hangok a kampányban a magyarságot támadták. Temesváron nagy a választási kedv, s ez valószínűleg nem kedvez az RMDSZ-nek, nyilatkozta Marosi Zoltán, a temesi RMDSZ elnöke. Hozzátette, hogy ez volt az első választási kampány, amikor a magyar érdekképviseletet támadták. Tudtuk, hogy Temesvár ostrom alatt van, az arctalan európaiság bajnokai Temesvárt célozták többek között Romániában. Sajnos azt kellett lássuk, hogy a civil köntösbe bújt magyarjaink is oda segítettek be, úgy, hogy nekünk betartsanak. Ezért most azt remélem, hogy az emberek elgondolkoznak azon, ami Temesvegyében, Temesváron történt, és azokat támogatják, akik csak ugyan őket képviselik. A mai választások egyik nagy kérdése Temesváron, hogy az RMDSZ-nek sikerül-e helyet szerezni a megyei tanácsban, illetve meg tudja-e tartani alpolgármesteri posztját a megye székelyen. Folytonosságra szavaztam, stabilitásra szavaztam, és arra is szavaztam, hogy végre nyerjünk helyet a megyébe is. Temesváron az a nagy kérdés, hogy Nikolai Robu jelenlegi polgármester meg tudja-e tartani helyét Dominik Fritz német származású fő kihívójával szemben.